7 gyermekes, katolikus, konzervatív politikusként saját magát látja az egyetlen hiteles kihívónak Márki-Zay Péter Orbán Viktorral szemben. A hódmezővásárhelyi polgármester szerint őt nem tudják kikezdeni a jobboldali választók sem. Márki-Zay Pétert kérdezzük. Miniszterelnök jelölt úr, jó estét! Jó estét kívánok! Hogy számolta ki, hogy a legesélyesebb? Ugye ezt meséljük a nézőknek, ezt a történetet, tehát akkor bontsuk ki. Hát nyilván Hódmezővásárhely némi gyakorlati tapasztalatot adott. Én azt gondolom, hogy egy olyan jelöltnek van a legnagyobb esélye Orbán Viktorral szemben, akit nem lehet gyurcsányozni, nem lehet sorosozni, nem lehet bármilyen baliberális és aberált és egyéb vádakkal illetni, tehát a fideszes szavazók számára meglehetősen nehéz egy nagycsaládos keresztény édesapát letámadni. Ráadásul hál' Istennek Hódmezővásárhelyen elég sokszor bizonyítottuk. Egyrészt azt, hogy lehet lopás nélkül is várost vezetni, lehet úgy is, hogy nem a polgármester gazdagszik, hanem a város, és azt is bebizonyítottuk, hogy hogy lehet immár két választáson fideszes kétharmadból ellenzéki kétharmadot. Játszunk el azzal, hogy igaza van. Hogy fogja ezt egy ország népével megértetni, és hogy fog eljutni mindenkihez, akihez el kell jutnia? Hát én azt gondolom, hogy például az előválasztási viták egyik lehetséges fórum lennének ehhez, tehát nyilván ez az egyik, de azt gondolom, hogy nagyon jók azok a beszélgetések is, amit akár Gulyás Mártonnal a Partizánban, akár itt önökkel az ATV stúdiójában, akár bármelyik másik megnyilvánuláson, egy-egy fórumon, egy-egy beszélgetésen, egy-egy újságcikkben az ember megtehet, és hát járjuk az országot nagyon sok felé. Na hát akkor, hogyha miniszterelnök jelölt, mi a kulcsa 22 után az ellenzéki, ma még ellenzéki, akkor kormányra kerülő erők sikerének? Mi múlik az, hogy sikeres lesz egy következő kormányzás? Hát nyilván most egyenlőre arra készülünk, hogy legyen sikeres a választás. Hát az, persze, de utána, hát a miniszterelnök jelöltként ennél többet kell ígérnie. Én személy szerint megint csak Hódmezővásárhelyi tapasztalatra tudok hivatkozni, tehát egy szakértői kormányban látom a sikeres működés esélyét, hiszen hogyha van egy konszenzusos kormányprogram, azt szerintem nem elsősorban politikai kormányzással, nem pártkatonáknak a miniszteri kinevezésével, hanem megfelelő szakértő kinevezésével, és ennek a közös programnak a végrehajtásával lehet leginkább elérni. Tehát szakértői kormányra van szükség, szerintem. A legleszakadtabbak nyilván gazdasági áttörést remélnének. A különböző cégek sérelmei által megbántott üzletemberek nyilván egyfajta sokkal kiegyensúlyozottabb pályáztatási rendszer. A gazdaságtól egy szárnyalást. Itt rengeteg nyomás lesz egy következő kormányon, hogy mi legyen másképp. Igen. És ami rossz hír talán ezeknek a csodaváró embereknek, hogy természetesen egyik napról a másikra csak a szabadság fog bekövetkezni, a jólét az hosszabb táv. De azt látjuk, hogy 10 év Fidesz kormányzás oda vezetett, hogy ma Magyarország az egész Európai Unió második legszegényebb országa, sajnos a legkorruptabb is, tehát ma már a korrupcióban ott az első helyre került Magyarország, és ez a kettő nagyon szorosan összefügg. Összefügg azzal is, hogy miért nálunk haltak meg legtöbben koronavírus járvány alatt, és még nagyon sok minden. Gyakorlatilag a korrupció eltüntetése az, amihez azonnal hozzá kell kezdeni, egy átlátható, transzparens, nyitott, jogállami működés kell, fel kell szabadítani az országot, és csak utána fog majd jönni a gazdasági felrendülés, többek között egyébként éppen az egészségügy, és különösen az oktatásnak a megváltoztatásával, hogyha színvonalas oktatás van, akkor olyan nemzetközileg is versenyképes tudással fognak a magyar fiatalok belépni a munkaerőpiacra, ahol nemzetközileg is versenyképes béreket fognak kapni, és ez sajnos nem egyik év vagy a másik év, a Fidesznek is 10 évébe, sőt sajnos előtte valószínűleg nem ideális állapotra indultunk, a Fidesznek 10 év kellett ahhoz, hogy ezt idáig lesüljesse, sajnos biztos, hogy nem egy év alatt lehet majd helyrehozni sem. Mit mond azoknak a konzervatív szavazóknak, akik értelemszerűen az önszavazói lehetnének? De vannak kételjeik azzal, hogy az ellenzék hogyan viszonyul majd az Európai Unióhoz. Nekik tetszik az a függetlenségi küzdelem, amit Orbán Viktor vív, csak sok minden más nem tetszik, ezért próbálkoznának mással. Hát van egy nagyon jó hírem, hogy az Európai Unió az pont az a
lényeges elem, ahol a konzervatív szavazók az ellenzékkel tartanak. Tehát Orbán Viktoron kívül ebben az országban, mint tudjuk, körülbelül egy hatodnyi fideszes szavazó az, ha jól emlékszem, egy hatodnyi fideszes szavazó, aki kilépne az unióból. A fideszes szavazóknak is több mint 80%-a az marad az unióban, szeretne maradni az unióban. Tehát az ellenzék... Orbán Viktor is azt mondja, hogy ő is. Hát szavakban ezt mondja, de ezzel szemben mindent megtesz azért, hogy kilépjünk. Én azt gondolom, hogy amikor Orbán Viktor mindig Magyarország szuverenitásáért aggódik, akkor valójában csak a saját szuverenitásáért aggódik. Éppen a napokban Horvátországban egy polgármestert letartóztattak immár az európai ügyészségnek a nyomozásának következtében. Hát ez az, amit Orbán Viktor nem szeretné, és ezért nem lépett be az Európai Ügyészségbe, de azt gondolom, hogy az Európai Unió nem fogja végletekig és végtelenségig eltűrni azt, hogy az ő adófizetői pénzét korrupt politikusok ellopják. Melyik vágyát látja ma fontosabbnak a sok közül, most kifejezetten a politikaiakat kérdezem? Lázár Jánost legyőzni a saját pályáján egy országgyűlési választáson, vagy miniszterelnök jelöltként megméretni magát Orbán Viktorral szemben? Hát nekem tulajdonképpen a kettő egy, már abban az értelemben, hogy mind a kettő ugyanabban az irányban tett egy-egy lépésnek tekinthető. Ahogy elmondtam, hogy miért én lennék a legesélyesebb Orbán Viktor leváltására és ellenfeleként, tehát egy független, pártfüggetlen, konzervatív, nagycsaládos emberre sokkal többen mennének el szavazni, és szavaznának, ezt mi megtapasztaltuk Vásárhelyen. Vásárhelyen 6000 ellenzéki szavazóból 13,5 ezer lett akkor, amikor egy független korrupcióellenes összefogás keretében mérettettük meg magunkat. De Lázár Jánosnak a legyőzése helyben is egy pontosan ilyen projekt volt. Én azt láttam, hogy ott is én vagyok éppen az, akinek ha nem indulok el, akkor sokkal nehezebb vagy lehetetlen Lázár Jánost legyőzni. Nekem talán van esélyem. Egy 52%-os 2018-as eredmény után én megfordíthatónak érzem ezt a körzetet is. Egyébként Csongrád megyében ez a legnehezebb. Az összes többi körzetben 50% alatt kapott a Fidesz, úgy, mint ahogy az országban is, ugye 47 körzet volt a 106-ból mindössze, ahol a Fidesz 50% fölötti eredményt ért el. Ezeket nyilván nehéz megfordítani, de ha valakinek van rá lehetősége, ha úgy érzi, hogy meg tudja tenni, azok most föltétlenül induljanak el az előválasztáson. Remélem, hogy nem pártalapon fognak szavazni az emberek, hiszen akkor marad Orbán Viktor, hanem belátják azt, hogy most a legjobb jelöltet kell megtalálni minden egyes feladatra, és akkor legyőzhetjük együtt. Utána majd egy új választási rendszerrel mindenki szavazhat a neki kedves pártra. Most a közös győzelem érdekében föl kell fogni azt, hogy ha neki kedves pártra szavaz, akkor Orbán Viktor marad. Mit gondol arról, hogy Orbán Viktor a sajtóhírek szerint meglátogatta Lázár János, sőt, tulajdonképpen együtt látogatták meg a Ménes birtokot, de hát mégiscsak ez azért egy formális helyzet volt, Orbán Viktor ment Lázárhoz. Igen, hát annak idején volt néhány évvel ezelőtt egy hasonló látogatás, amit hát Lázár János nagyon büszkén bejelentett, akkor a ma már talán Orbán Viktor szégyelni ezt a Lázár Jánosi mondatot, amikor azt mondta, hogy hasznosan töltöttük az éjszakát vagy az estét. Tehát nyilván ez a fideszes homofób kampányok fényében egy kicsit máshogy hangzott. Már valószínűleg Lázár János sem arra gondolt, amire egy homofób kampányban gondolni lehetne. Nyilvánvalóan, de erre gondolt Lázár János sem. De azt látom, hogy természetesen, ahogy szokták mondani, tartsd a barátaidat közel, az ellenségeidet még közelebb. Orbán Viktor pontosan tudja, hogy neki miért nem szabad túlságosan messzire elengedni Lázár Jánost. Úgy gondolja, hogy Lázár János szembefordult Orbánnal? Én egészen biztos vagyok benne, hogy Lázár János az egyéni karrierjét építette, és emiatt kellett Orbán Viktornak leváltania, de túl sokat tud ahhoz, hogy túl messzire engedje Orbán Viktor. Mi az, amit ön tud mondjuk Lázár Jánossal szemben felmutatni? Hódmezővásárhely egy referencia, én ezt értem, de hát nyilván Lázár János meg szintén különböző referenciákkal fog szolgálni a választóknak. Hát Lázár János a 2018-as kampányában azt ígérte, hogy az első dolga az lesz, hogy megszünteti a sírmegváltási díjat. Így 3 év után azt gondolom, hogy talán kijelenthetjük, hogy legalábbis nem mondott igazat, vagy ezt az ígéretét ugye nem tartotta be. 2017 áprilisában még a tramtrént akarta leállítani, megígérte, hogy nem lesz tramtrén. Ehhez képest ebben a 4 éves ciklusban az egyetlen komoly projekt, amit fel fog tudni mutatni az egész körzetben, az ez a tramtrén, ez a vasút villamos lesz Szeged és Vásárhely között. De hogyha valaki megnézi az ő működését, akkor ő az ország második legbefolyásosabb embereként sem hozott egyetlen valamire méltó céget Hódmezővásárhelyre, sőt, bizonyíthatóan éppen távol tartott cégeket Vásárhelyre. Ön hozott? Igen, igen. Például egy hét múlva, ha minden jól megy, éppen egy KFC fog nyílni, utána jön majd egy McDonald's is, az ipari parkunkban gyakorlatilag az összes telek elkelt, tehát az utóbbi időben jöttek oda cégek. De keressük továbbra is, Vásárhelyen csökkentettük az adókat. Lázár János ugye a legmagasabb építményadót vetette ki a lakosságra, ezt mi teljesen megszüntettük. A cégeknek az iparűzési, nem az iparűzési, hanem az építményadóját azt 30%-kal csökkentettük.
Én azt gondolom, hogy a korrupciómentes működésnek is vannak áldásait, azt többek között onnan lehet tudni, hogy még a fideszes cégek is tisztességes versenyben sokkal olcsóbb árakon nyernek beszerzéseket és közben. Jó kampány lesz ez otthon mezővásárhelyen. Valószínűleg erős harc lesz. Hogy benne vagyunk-e a kampányban, az meg szerintem ebből a beszélgetésből nyilvánvalóan vált. Márki-Zay Péter, köszönöm szépen. Én is köszönöm.